Energiavészhelyzet. Augusztus 1-től a kormány csakis a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítja a rezsicsökkentéssel limitált gáz- és áramárat. Nyáron is fontos a véradás. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hetente mintegy 500 véradóra van szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Bővülő idegenforgalmi szolgáltatások, jó ütemben haladnak a nyíri mezőség turisztikai fejlesztései. A kormány energia veszélyhelyzetet hirdetett és 7 pontból álló intézkedési tervet fogadott el. Ennek részeként augusztus 1-től csak is a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítja a rezsicsökkentéssel limitált gáz- és áramárat. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta, hogy az elhúzódó orosz-ukrán háború és az Oroszország ellen bevezetett brüsszeli szankciók miatt Európa egészében drasztikusan emelkednek az energiaárak. A kormány a rezsicsökkentés fenntarthatósága érdekében felállította a rezsivédelmi alapot, és most újabb döntést hozott. A csökkentett gáz és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben. Aki az átlagnál többet fogyaszt, az a többletet már piaci áron fizeti. A jelenlegi háborús energiaválságban ugyanis egész egyszerűen nem fér bele, hogy mindenkinek korlátlanul csökkentett legyen az áram és a gázára, ezért a rezsicsökkentett árat augusztus 1-től a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítjuk. Aki az átlagnál több energiát fogyaszt, többletet kell piaci áron megfizetnie. Magyarországon ma az átlagos havi fogyasztás sávhatára villamos energiánál 210 kilowatt per hó, földgáznál pedig 144 köbméter per hó, tehát ez éves mértékben 2523 kilowattóra, és földgáz esetén pedig 1729 köbméter. Ez tehát azt jelenti, hogy a háztartások háromnegyedét nem érinti a változás, a háztartások háromnegyede az átlag alatt fogyaszt. Az egynegyed számára is fennmarad a rezsicsökkentett ár az átlagos fogyasztás mértékéig, de e fölött viszont piaci árat kell, hogy fizessenek. Nyáron nincs ugyan szükség több vérre, de a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivitás, ezért az országos szervezetek a nyári időszakban kampányokkal, fesztiválokon szervezett véradásokkal próbálják növelni a véradók számát. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hetente mintegy 500 véradóra van szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Így zajlik egy véradás, ami, ha jól ütemezett, körülbelül egy órát vesz igénybe a megérkezéstől a befejezéséig. Mindenki lehet véradó, aki elmúlt 18 éves és egészségesnek gondolja magát. A nyári időszakban különösen fontos, hogy minél többen elmenjünk akár a szervezett véradási akciókra, akár a területileg illetékes véradó szolgálatokhoz, hogy a vérellátás ebben az időszakban is egyenletes legyen. Így a nyári időszakban még fontosabb az önkéntesek szerepe. A nyári véradások, a szabadságolások, illetve az szezonális munkák, mezőgazdasági munkák miatt mindig picit problémásabbak, mint az év egyéb időszakában. Elsősorban azért, mert a rendszeres véradóink a szabadságukat töltik, vagy pedig a kerti gyümölcsbetakarításhoz, zöldségbetakarításhoz kapcsolódó nagyobb munkálatok szólítják el őket a véradásokról. Ilyenkor fokozott megszólítással, véradó kampányokkal, személyes telefonos megkereséssel fogunk a donorokhoz fordulni, hiszen nagyon fontos, hogy a szervezett véradásaink ilyenkor is sikeresek legyenek, hiszen az egészségügy a nyári időszakra sem áll meg, életmentő műtétekre, illetve a gyógyításhoz szükséges vérre arra nyáron ugyanúgy szükség van, mint az év többi időszakában. Aki vért szeretne adni, nyomon tudja követni a véradás.hu oldalon azokat a helyszíneket, ahol az aktuális véradások zajlanak. A Vöröskereszt munkatársai azonban arra törekszenek, hogy mindenki a lakóhelye közelében tudja ezt megtenni. Vannak azonban egyéb alternatívák is. A Vöröskereszt a nyári hónapokban az átlagosnál általában több véradást szervez, illetve részt vesznek különböző rendezvényeken és fesztiválokon is.
akár fesztiválokon, falunapokon, rendezvényeken lehet véradással találkozni, tehát hogyha valaki előre gondolkodik, akkor még mielőtt a szórakozásra tenni a hangsúlyt, előtte akár megmenthet 3 életet is. A donorok aktivitása azért is fontos, mert a vér csak vérrel pótolható, az egészséges emberek egy része pedig csak akkor ismeri fel ezt, amikor saját magának vagy egy hozzátartozójának lenne rá szüksége. Megújult a NAV infóvonala, mostantól mind az általános kérdések, mind pedig a konkrét ügyek telefonos intézéséhez elegendő a 1819-es számot hívni. Az általános, azaz konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoztatás az infóvonal egyes menüpontjában, míg az egyedi telefonos ügyintézést is lehetővé tévő szolgáltatás a második menüpontban érhető el. A második menüpont használatához, vagyis a telefonos ügyintézéshez továbbra is ügyfélazonosító szám, PIN kód szükséges. Csekk az új rendszerben már teljesen automata kiszolgálása kérhető a főmenü 3-as menüpontjában. Jó üzemben haladnak a nyíri mezőség turisztikai fejlesztései, a beruházásoknak köszönhetően a Tisza vonalának 6 településén bővülnek az idegenforgalmi szolgáltatások. Balsa, Szabolcs, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob és Tiszavasvári. Ez a 6 település, amely része a nyíri mezőség integrált turisztikai fejlesztésének. A projekt célja, hogy a települések természeti adottságait kihasználva aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a látogatóknak. A turizmus szerintem minden 10. embernek munkát ad Magyarországon. A pandémia átalakította az emberek szokásait. Szerintem sokkal többen fognak a belföldi turizmusban, vagy belföldön pihenni, ezt már mutatják az adatok, és hogyha jövőben azt akarjuk, hogy minél több turista jöjjön Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházára és az említett tiszaparti településekre, és minél több vendégészakát töltsön el itt, akkor fejleszteni kell az infrastruktúrát, turisztikai attrakciókat kell kialakítani. Talán 2 évvel ezelőtt döntött úgy a kormány, hogy Nyíregyháza és Tokaj, egy térségbe kerültünk Tokajjal, kiemelt turisztikai terület lesz, és a borsodi részek vagy a tokai részek mellett Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Szabolcs, Balsa és Gáva Vencsellő plusz Nyíregyháza került be a Tisza balpartjáról, illetve innen a megyeszékhelyről ebbe a kiemelt turisztikai övezetbe. És ez azt jelenti, hogy fejleszteni kell a turisztikát. A térség országgyűlési képviselője 35 perc című műsorunkban elmondta, a térségben többek között nagyon fontos vízi, ökoturisztikai, valamint kerékpáros hálózati fejlesztések is megvalósulnak. 6 település adta be itt a turisztikai pályázatát, Dob, Dada és Lök, Tiszadob, Tiszadada és Tiszalök, Szabadsandot fejlesztett. Kiválóan sikerült, főleg a tiszalöki, mert ott a Holtág és az élő Tisza kapcsolódik. Itt ideírtam magamnak, hogy Tiszadobon alapinfrastruktúrát, rendezvénysátrat, mosdókat, vécéket, tehát homokos a partja ennek, ez nagyon jól sikerült, jól működik, elég szép látogatószámmal. Tiszadadán szintén jól sikerült, kiszolgáló épületet, parkolót építettek az élő csodálatos Tiszaparton, és Tiszadobon is közösségépületet, helytörténeti gyűjteményt, ott egy Holtágnál van, ott még kell fejleszteni, bizonyos fejlesztések még várnak ránk. A képviselő hozzátette, még egy nagy programpontja van a nyíri mezőségnek, hiszen több mint 200 millió forint értékben alakítják át a Tomori kúriát Szabolcsban, amely interaktív módon mutatja be a látogatóknak a 10. századi települést és történelmét. Emellett ennek a projektnek a részét képezte többek között a tiszavasvári Fehérszik mellett felállított kilátó is. Kiemelt feladatokat kellett ellátnia az első nyíregyházi Lions klubnak az elmúlt hónapokban. A példátlan összefogás által már a 100 millió forintot is megközelítette azoknak az adományrakományoknak az értéke, amelyekkel a szervezet az Ukrajnában élőket segítette. Márok papiban pakolták az adományokat még áprilisban a Lions Club önkéntesei, Veszprémből többek között matracokat és hálózsákokat, Kecskemétről pedig tartós élelmiszereket küldtek az orosz-ukrán háború miatt bajba jutottaknak.
Ez csak egy szelete mindannak az adomány mennyiségnek, amellyel a szomszédos háború februári kezdete óta folyamatosan segíti a nyíregyházi klub a Kárpátalján élőket. Azóta már közel 100 millió forint értékben érkeztek fel ajánlások. Nemzetközi kapcsolatok is bejöttek ebbe a támogatási rendszerbe, és Németországból, Olaszországból, Franciaországból, Németországból, Svédországból különböző támogatásokat kaptunk, amelyeket kijuttattunk Kárpátaljára. Ezek heti rendszerességgel mentek, elkezdtük egy ilyen 500 000 forintos élelmiszerszállítmányon, aztán a legtöbb, ami kiment egyszerre, volt olyan hét, hogy 2,5–3 millió forint. Volt, hogy heti kétszer indult szállítmány, volt, hogy megérkeztek ide Kárpátaljáról, itt bepakoltuk az autót, és aztán vittük kifele. Volt olyan, amikor a klubok közvetlenül kamiont indítottak egy városból, és azt hozták ide le. Az adakozási kedv ugyan csökkent, de még nem állt le. Elmondhatjuk, hogy még most is épp múlt héten érkezett egy 5,6 millió forintos támogatás egy német pályázatból, és tegnap ment ki megint egy 1 millió 200 000 forintos élelmiszer szállítmány már ebből, és megpróbáljuk azt megvalósítani a nemzetközi pályázatokból, illetve a szövetségi pályázatokból, hogy folyamatosan próbálunk juttatni nekik segítséget, amíg erőnk, illetve az anyagi forrásaink bírják. 35 perc című műsorunkban a klub leköszönő elnöke elmondta, 2014 óta van közvetlen kapcsolata a nyíregyházi szervezetnek ukrán klubtársaikkal. Évek óta szállítanak élelmiszeradományokat, gyógyszereket, gyermekjátékokat. A mostani megfeszített munka és a korábbi évek teljesítménye alapján elismerésben is részesült a nyíregyházi szervezet. Megkaptuk Európa díját, ahol megen az össz Lions mozgalomnak 1%-a kapott még ilyen díjat, és ami még soha nem volt, az első nyíregyházi Lions klubnak első alkalommal adta ide a világi központ, tehát Amerika a Melvin Jones díjat. Ezt csak magánszemélynek adta eddig. De a klubnak az eddig végzett munkája, ami ténylegesen meghatározó, ezért kaptunk az első nyíregyházi klub valamennyi tagja. De a klub nevében a Melvin Jones díjat, ez a legmagasabb elismerés, ami adható a klubban. De ez kötelez is minket. Cidor Mihály hozzátette, emiatt az elismerés miatt talán még többet kell ezentúl dolgozniuk a közösség érdekében. A 2021-es International Photography Awards győzteseinek fotói tekinthetők meg a Váci Mihály Kulturális Központ aulájában megrendezett kiállításon. A világ minden tájáról beérkező több ezer kép közül válogatta ki a kuratórium azt az 53 alkotást, amely most Nyíregyházán látható. Budapestről a Lüszi galériából érkezett a kiállítás anyaga, annak a versenynek a díjnyertes képei, amelyet az International Photography Awards évente rendez meg profi, amatőr és diákfotósok számára. A szervezet évtizedek óta segíti a feltörekvő művészeket, hogy elismeréshez juthassanak. A válogatás heterogén jellege folytán képes felfedni a néző számára a világ egymástól nagyon távol eső szegleteit is. Szokatlan perspektívákat helyez egymás mellé, láthatunk nagyon közeli felvételeket rovarokról, és olyan képeket is, amelyek a világot madártávlatból mutatják meg. Ezek professzionális fotósok, illetve amatőr fotósok is. Ezeknek külön kategória van, és minden évben megrendezik ezt a pályázatot, és minden évben nem csak Magyarországon természetesen, hanem a világ számos országában. Tehát ez az anyag, a kiállítás, illetve ez a pályázat, ez Amerikától kezdve Európa számos országában megjelenik. Tehát ezeket az alkotásokat nem csak itt Magyarországon, hanem a világ számos országában is megtekinthetik az érdeklődők. Az alkotások a természet és képzőművészeti fotóktól az építészeti csodákon át a portrékig terjednek, mély történeteket mesélnek el, korunk és az elmúlt évek megpróbáltatásaira reflektálva. Az IPA 1985 óta támogatja és népszerűsíti a fotózást világszerte. Ennek a nemzetközi szervezetnek az a célja, hogy fölkarolja ezeket az alkotókat, lehetőséget adjon nekik, és segítik abban is őket, hogy különböző kiáltásokra eljussanak, különböző díjakat tudnak nyerni, és ugye hát egy fotós is azért elsősorban azért dolgozik, hogy a közönségéhez eljusson és szakmai elismeréseket kapjon. Tehát ez a nemzetközi szervezet emögött áll, segíti akár amatőr, akár pedig professzionális fotósról legyen szó.
Az IPA kurátori válogatás kiállítása augusztus 24-éig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központ aulájában. A tárlat ingyenesen látogatható. Átalakított kerettel készül a bajnokságra a Sényői futballcsapat, a továbbra is az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttestől 7 játékos távozott, helyükre 7 új futballista érkezett. A Sényő szerdán felkészülési mérkőzésen 6-1-re verte a Nyíregyháza Spartacus második csapatát. Az elmúlt években nem nagyon volt jellemző a sényői csapatra jelentős játékos mozgás, ezen a nyáron viszont kicserélődött a keret harmada. Távozott Prakonham Ádám, Pál Zsombor, Nagy Máté, Járás Levente, Mányi Bence és Tóth Márk. Érkezett Cigándról Matyi Zoltán, Nyírgyulajból Pataki István, visszatért Újfehértóról Jócsák Dávid és Barta Csaba. A Spari 2-től érkező Ignéci Martin és Szondi Levente megfelel a fiatal szabálynak, miként a saját utánpótlásból felkerülő Nagy Zoltán is. A legnagyobb erősítésnek az mondható, hogy Kapacina Valér marad Sényűn. A szezon végeztével volt egy elég komoly érdeklődés, amin megmondom őszintén, hogy azért egy jó pár napig gondolkodtam is, aztán a vezetőséggel leülve és az edzőkkel egy megbeszélés után úgy döntöttem, hogy mégis maradok Sényűn. Jól érzem itt magam, itt lakik a családom is, és azokat a célokat, amit felvázoltak, azok szimpatikusak voltak, és úgy döntöttem, hogy maradok Sényűn. A csapatnak is hál' Istennek jól ment, volt egy elég jó, komoly 5 győzelmi sorozatunk. Azt gondolom, hogy ezen kell dolgoznunk, hogy ezt a jövőben minél tovább ki tudjuk tolni. A saját teljesítményemmel igaz, hogy 25 gólt tűztem ki magamnak célul. 24 lett meg, hát remélem, hogy a mostani bajnokságban meg lesz a 25. A Spari második együttese az elmúlt hét elején kezdte el a felkészülést a megyei első osztályú bajnokságra. A csapat 6 edzőmeccset játszik már az új vezetőedző, Tudja Dávid irányításával. Őszintén megmondom, hogy váratlan volt a felkérés, viszont ahogy már más portálokon is lenyilatkoztam, nagyon megtisztelő volt, hogy a klubvezetőség rám gondolt, hogy szeretnék ezzel a lehetőséggel a továbbiakban élni majd. A keretnek a magja hál' Istennek együtt maradt, egyedül a Stankó Dávid volt, ugye, aki a felnőtt csapathoz tartozott már a tavalyi évben is, őt ugye a felnőtt csapat Kazincbarcikára kölcsön tudta adni, illetve a Szabó Bálint, ő is ugye mint fiatal a felnőtt csapat tagja volt. Ő ugye Újpestre tudott elszerződni, most jelen pillanatban ugye 4 játékosunk van a tartalék csapatból, aki kint van a felnőtt csapattal edzőtáborban. Az ő helyüket próbáltuk meg feltölteni a tavalyi U17-es csapatból, a mostani U19-es gárdának a magjával. A Spari 2 az előző idényben bajnoki címet szerzett a megyei első osztályban, az NV3-os osztályozón azonban nem sikerült kivívnia a feljutást. A következő szezonban is a játékosok fejlődése a fő cél. Igazából nem helyezésbe gondolkodunk, hanem a játékosoknak a képzésébe, tehát a klubnak, illetve nekünk a tartalék csapatnak egyetlen egy célja van, hogy a tartalék vagy a felnőtt csapatot kiszolgáljuk, mind azokkal a sérültekkel, akik esetleg a későbbiekben visszatérnek, majd nekik játék lehetőséget adjunk, illetve nekünk ugye az a feladatunk, hogy azoknak a tehetséges fiataloknak adjunk játék lehetőséget, képezzük őket úgy, hogy jövőben a felnőtt csapatban minél több játékpercet tudjanak majd kapni. A szerdai felkészülési meccset a Sényű nyerte 6-1-re. A sényűiek legközelebb szombat délelőtt 11 órakor a Hajdúszoboszlót fogadják, a Spari 2 pedig szintén szombaton 11:30-as kezdettel a Kisvárda 2-t látja vendégül. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A kormány energiaveszélyhelyzetet hirdetett és 7 pontból álló intézkedési tervet fogadott el. Ennek részeként augusztus 1-től csak is a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítja a rezsicsökkentéssel limitált gáz és áramárat. Az átlagfogyasztás a gáznál havi 144 köbméter, az áramnál pedig havi 210 kWh. Nyáron nincs ugyan szükség több vérre, de a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivitás, ezért az országos szervezetek a nyári időszakban kampányokkal, fesztiválokon szervezett véradásokkal próbálják növelni a véradók számát. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hetente mintegy 500 véradóra van szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Jó ütemben haladnak a nyíri mezőség turisztikai fejlesztései, a beruházásoknak köszönhetően a Tisza vonalának 6 településén bővülnek az idegenforgalmi szolgáltatások. Balsa, Szabolcs, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob és Tiszavasvári része a nyíri mezőség integrált turisztikai fejlesztésének. A projekt célja, hogy a települések természeti adottságait kihasználva aktív kikapcsolódási lehetőségeket biztosítsanak a látogatóknak. Július 14-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap esti híradónkban jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken sok napsütés várható, a déli kora délutáni órákig az északkeleti-keleti megyékben képződhet, illetve a nyugati határvidékre sodródhat be záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26-30 fok között alakul.